Háló srácok, üdv a csatornán! Amint látjátok, egy kis szerelős videót rittyentek nektek, legalábbis remélhetőleg. Egy eredeti 1002-es ladának a kormányát próbáljuk felszerelni. Egy régi Logitech Wingman Formula Force GP kormányra. Hát igazából sok mindenre szerintem nem lesz szükségünk. De hogyha esetleg igen, akkor itt van ugye minden hozzá. Rakjuk. És először is nekiállunk, akkor szétkapjuk ezt a kormányt. Egy kicsit poros, meg egy kicsit ez meg az, de nem olyan nagy probléma. Először szétszedem ezt a kormány rész magát, hát hogyha látunk benne valamit. Már megmondom őszintén, nagyon tartok tőle, hogy nem lesz olyan egyszerű, mint amennyire gondolja a képer. Attól félek, hogy maga a kormány kerék, kell van a tengely, és nem úgy van, hogy a kormány kerék egy tengelyre van felhúzva. Ez problémás lehet, mert akkor vágnunk is kell, amit nem szívesen tennék meg. Kicsit rendetlenség van itt, főleg por, mert amit látjátok itt az ablaknál, ez az ablak ugye a keltre néz rá, és emiatt egy kicsit beszáll a por, de hát talán azért meg tudjuk oldani. Szerintem ez a csavarúzó egy kicsinek tűnik. Hozok egy nagyobban. Ez már jobban illeszkedik. Szépen végig kicsavarozgatom a csillagsavarokat, amik összefogják magát a kormányt. És akkor meglátjuk, hogy mégis ez hogy fog működni. Hogyha szétszedjük, akkor látunk-e valamit, de én tartok attól, hogy nem nagyon fogunk. Ugye a kormányon magán vannak plusz gombok, amiket lehet, hogy vagy ki fogok iktatni, vagy pedig ráhelyezem valahova. Magára a kormánynak erre a tartó konzoljára. Ha nem fog ez menni, akkor szét fogjuk szedni magát a kormányt is, de én azt magát a kormány szerkezetet, bár azt nem nagyon szeretném, hanem akkor lehet, hogy fűrészelünk, mert ugye ennél a kormánynál egy tengelyre kellene ezt ráhúznunk, csak tényleg attól félek, hogy ez nem fog nekünk menni. Jó néhány csavarral összerakták. Ez a kormány az egy nagyon régi, ez legalább egy 10 éves technika, force feedbackes. Szóval, hogy egész jó, csak nagyon kicsi a kormány szöge. De inkább, talán inkább ilyen versenyjátékokhoz, jó színvonatokhoz annyira nem. Viszont hogyha egy kicsit felpimpelnénk egy eredeti Lada kormánnyal, azért akkor az sokat dobna a dolgon. Közben, hogyha hallatok ilyen zörgéseket, akkor sajnos próbál szétszedni valamit. Lassan rájutunk, hogy ezt talán szép jön. Még alul is van egy csomag. Ugye ezt már kivettük? Akkor kivettük. Na, még itt van egy. Ez a
Igen, ez nem lesz egyszerű. Ugye az a nagy gondunk nekünk, hogy maga a... Látjátok, hogy maga a tengely az erre a kormány kerékre van felbigyezve. Ugye ezeket a plusz gombokat kikötöttem. Hát ezt úgy tudjuk esetleg megoldani, hogyha mi lefülészeljük ezt a részét, és akkor úgy applikálom rá. Hát tudom, hogy egy kicsit durva megoldás, de erre a kormányra nagyon nekem szükségem nem lesz. Úgyhogy én neki fogok esni egy vasrészsel. Ezeket a vezetékeket visszarakom, hogy ne legyenek rövidre zárva. Betolom oda belőle. Szükség nagyon nem lesz rájuk. Plusz gombok vannak a kormányon, amit villanyfüzettel is lehet. Egy billentyűzettel is tudunk működni. Látjátok, hogy itt van egy ilyen kormánycsomagunk, melyiknek a középállását kellene megtalálnunk. Akkor ez ennek talán. Itt lesz a középállása. Itt most ami fölül van. Megnézzük, hogy ez mennyire tudjuk illeszteni. Ez nagy mázling van, mert ez pont rá fog pattanni. Van belül egy ilyen horony, amiket szépen rá tudjuk pattintani. Ezzel szerintem szerencsénk lesz. Pontosabban meg kellene jelölnem a kormányon, hogy hol van. Hol van az a pont, ami a közepe. Hogy ide egy... Magamnak egy jelölést rakok ide. Jó kis vagyunk, gyerekek. Ezt majd utána ki fogom menni. Viszont ezt kellene valahogy ráaplikálnunk, ugye nem mindegy, hogy hogy. Kicsit megcsiszolom a peremét.
látom, hogy ez egész tényleg nagyon mazlik van, mert nagyon jól illeszkedik, amint látjátok, már csak így ráraktam. Akkor... teljesen jól működik. Hohoho! Szerencség van, srácok! Így ugye elfordítjuk addig. Nem teljesen középen van. Lehet mondhatni. Tök jó. Viszont én roppant egyszerűen fogom megoldani. Pálmatex-el fogom felragasztani rá, és akkor is kész is van. És működőképes egyébként, még hogyha nem ragasztanám fel, akkor is áll, mint Katiba a gyerek, úgyhogy rettenetesen nagy mázling van, hogy ezt így sikerült. Nagyon jó! Nem tudom, mennyire látszik, de rettenetesen jó. Jó kis ladakormány, jó nagy király. Egyébként még a Dudát beköthetném, de más nagyon nem. Ugye sajnos ez még nem a kürt karikás ladakormány, hanem ez a következő verziós. De rettenetesen jó, tetszik. Jó, hát kis Palmatex Extreme-mel ezt fel fogom ragasztani. Szerintem kész is vagyunk gyakorlatilag. Így is elég jól áll, főleg, hogyha fel is ragasztom. Azért jóval pontosabban lehet kormányozni, hogy ilyen ennyivel nagyobb, tök jó. Jó, most srácok, igazából ennyi lett volna a videó. Valószínűleg ki fogjuk próbálni valami olyan játékba, ahol 1002-es ladát tudunk bele, például Long Drive-ba. Úgyhogy fog érkezni a kipróbálós videó, tesztelős videó, miután felragasztottam, és hadd szóljon. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csá!